Stadionok, sportcsarnokok, atlétikai centrumok, uszodák, futballpályák. Az elmúlt években 100 milliárdokat fordított a kormány arra, hogy fejlessze a sport infrastruktúrát. Közben Magyarország világversenyrendező nagyhatalommá vált. A sportegyesületek országos szövetsége kezdeményezésére egy országjáró sorozaton ismertetik meg az eredményeket a sportban sportért dolgozókkal. A megyeházán a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Vári Attila tájékoztatta a hallgatóságot. Én úgy gondolom, hogy itt a magyar történelem egyik legfontosabb sportlétesítmény fejlesztési lépcsőjén vagyunk túl, és ennek köszönhetően különböző régiókba, kis településeken olyan dolgok épültek fel, ami szerintem csodaszámba mennek, és annak köszönhetően, hogy ilyen fejlesztés megtörtént, nagyon jó körülmények között tudnak edzeni a gyermekeink, és az edzőink nagyon jó körülmények között tudnak dolgozni, és hát látjuk az eredményeken is, és az elmúlt időszakban nem csak a létesítményfejlesztések, nem csak maga a sportszakma helyeződött vissza a méltó helyére, neki megillető helyére, hanem hát nemzetközi sporteseményekben is szerintem nagy hatalommá váltunk, és egy olyan rutinnal rendelkezünk, ami bármilyen sportesemény megrendezésére bármikor minket fölkérhetnek, és ezt szerintem az egyik legmagasabb színvonalon végre tudjuk hajtani. A Vármegyei Közgyűlés alelnöke szerint a keleti régióban is adottak a feltételek ahhoz, hogy egy fiatal lerakja egy sikeres sportpályafutás alapjait. Nyugodtan mondhatjuk, hogy sportos Vármegyéről beszélünk, és nagyon büszkék vagyunk egyébként azokra a teljesítményekre, amelyek itt a Vármegyében megjelennek, akár az amatőr sport, akár a diák sport, akár a profi sport területén, és hát rengeteg olyan fejlesztés valósult meg az utóbbi évtizedekben Magyarország kormányának a támogatásával, és azzal a szemlélettel, amely valóban azt helyezte előtérbe, hogy minden olyan gyermeknek és minden olyan felnőttnek is természetesen, aki szeretne sportolni, annak legyen meg az a szabadidős lehetőség és tevékenységhez a helyszín, ahol ezt megteheti, és legyenek meg azok a feltételek is természetesen, amelyek a gyerekek számára nyitják meg azokat a kapukat, amelyek segítségével kipróbálhatnak bármilyen sportot, és reméljük, hogy majd akár, hogyha mondjuk arra adják a fejüket, hogy profi sportolók legyenek, akkor örökbíthetik a Vármegye hírnevét is, és örökbíthetik Magyarország hírnevét is a különböző sportrendezvényeken, akár olimpián, akár világbajnokságon, akár Európa bajnokságon, és ezért örülünk annak, hogy olyan képviselői vannak egyébként a sportnak, aki most a mai napon ellátogatott hozzánk is, Vári Attila olimpiai bajnok, aki itt előadást fog tartani, és bemutatja azt a sportfejlesztési irányt, és megerősíti azt a sportfejlesztési irányt, amely úgy gondoljuk, hogy nem csak a Vármegye szempontjából nagyon fontos, hanem az ország szempontjából is kiemelkedően fontos, már csak azért is, mert valóban büszkének kell lenni, nem csak a sportolóinkra, hanem a mögötte lévő teljesítményre is. A hazai sportolók legközelebb a nyár két legnagyobb eseményén, a labdarúgó Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián szerezhetnek örömet a magyar szurkolóknak.